Tóth Krisztián vagyok, egy szellemelengedéssel kapcsolatos történetet szeretnék elmondani. Néhány éve történt az eset, amikor egy masször rendszeresen járt hozzám, és egy olyan gyakorlatot csinált, amikor megnyomta a nyakamon lévő izmokat, és próbálta oldani. De a nyakamban lévő feszültség nem engedett, hanem sokkal jobban felerősödött, és meg is maradt. Ebben az időszakban mentem el egy Matrix ROPS komputeres mérésre, ahol azt mutatta a komputer, hogy szellem van hozzám csatlakozva. Úgy döntöttem, hogy elmegyek a Tábornok utcai irodába, rendelőbe, és átsegítik a túlvilágra. Elmentem a rendelőbe, és az a hölgy, aki ott ezt a szertartást végezte, segített, és ő mondta anélkül, hogy tudta volna, hogy melyik testrészemhez van csatlakozva a szellem, és ez a nyakam volt, az a rész, ami fájt. A szellemelengedési folyamat alatt ő pálcával mérte, hogy a szellem el tud-e menni, vagy nem tud elmenni, és hogy mikor megy el. És én úgy éreztem, hogy a szellem nem tud elmenni, hanem éreztem, hogy mintha a nyakamba kapaszkodna, és egyszerűen húzna. Ekkor arra gondoltam, amit Kovács Magyar Andrásnál hallottam, hogy ezek a szellemek, akik itt ragadnak, úgy tudnak leszületni újból, hogyha át tudnak menni a túlvilágra, meg nekik megfelelő helyre. Ekkor azt mondtam a szellemnek, hogy akkor tudsz leszületni újra, hogyha most elmész. Ebben a pillanatban éreztem, hogy elengedett az a húzás, megengedett az izom. A hölgy, aki ezt a szertartást végezte, ő is abban a pillanatban mondta, hogy most ment el a szellem. Ez egy nagy visszaigazolás volt azzal kapcsolatban, hogy ez, hogy szellem csatlakozik az emberhez, ez egy létező dolog. Az izmom is, van is a fájdalom megszűnt, és ezután már nem éreztem azt a feszültséget. Köszönöm szépen Kovács Magyar Andrásnak és a kollégáinak, hogy segítettek ezt a szellemet elengedni, és a problémámat így meg tudták szüntetni.